A pandémiás helyzet rányomta bélyegét 2020-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár munkájára is. Mind a javaslattevők, mind a bizottsági tagok aktivitása csökkent az előző évekhez képest. Nem csak az ülések száma lett jóval kevesebb, elmaradtak a korábbi években nagy népszerűségnek örvendő rendezvények és programok is. Külön kiemelném ugye a vetélkedő sorozatunkat, amely nagy sikerrel volt megrendezve minden évben, és ezzel pontosan azt a korosztályt céloztuk meg, aki utánunk következve majd ebbe az értékgyűjtő munkába reményeink szerint bekapcsolódik. Ez most ebbe az évbe kimaradt, de bízunk benne, hogy a következő évben ezeket mind tudjuk pótolni, de annak viszont örülünk, hogy így is érkeztek be javaslatok, és így is tudott bővülni a megyei értéktár, és most már 133 olyan értéket tartunk nyilván, amelyekre mind nagyon büszkék vagyunk. Legutóbb november közepén bővült a lista Makrai Zsuzsa Zománc művész tevékenységével, Dr. Pető Ferenc munkásságával, a Szent László Zarándok út Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszával és a Hetefehércsei temető különálló családi temetőjével. A 2020-as év első ülését június 30-án tartotta a bizottság, akkor az újfehértói zsidó temető és az újfehértói csodarabbi sírja mellett Móri Zsigmond írói munkássága is a megyei értéktár része lett. Már 2021-re is vannak tervei a szervezetnek, több javaslatról is tárgyaltak már. Szeretnénk a megyei értéktár részévé tenni az összes népiparművész is, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működnek, és azokat a népművészetmestereit is természetesen, akik megyei kötődésűek. Ez is folyamatban van ez a munka, de emellett még számos olyan értékjavaslat készül, amelyek reményeink szerint már akár a jövő év elején is a bizottság elé kerülhetnek. A korábbi évek tapasztalatai szerint a megye lakói szívesen tesznek ajánlásokat, évente átlagosan 15-20 értékkel bővül az értéktár. Idén ez a vírus miatt jóval kevesebb volt, de a bizottság reméli, hogy jövőre pótolni tudják az elmaradt üléseket.